Nagykonyiban több évtizedes hagyományokra tekint vissza a születi felvonulás. Az idő múlásával itt is, mint sok más településen, a lótartás egyre kevésbé elterjedt, így a menet mára gyalogrója a település utcáit. A lakosság még egy része beöltözik, általában az iskola, óvoda az még jelentősen részt vesz ebbe a beöltözős történetbe, ami a születi felvonulásnak az egyik népviseleti hagyományát mutatja meg Nagykonyinak. Hát a lovasok azok már kevésbé, és a hintósok azok már kevésbé vannak jelen ezen a felvonuláson, de általában azért gyalogosan lerövidített körre végigjárjuk a település egy részét. Mondhatom azt, hogy Nagykonyiban a születi felvonulás a legérdekeltebb műsor, vagy a legérdekeltebb rendezvény az év során. Én azt gondolom, hogy ez a hagyomány ez annyira berögződött a település lakóiba, hogy ezt még tisztelve és a lehető legtöbben a településen részt vesznek. Előkerülnek a népviseletek, igen, nagykonyi pillék és hasonló fejdíszekkel a lakosság minden korcsoportjával, hölgyek, urak a népviseletet megmutatják és abban vonulnak. 30-40 fő szerintem ma is lesz. Általában ez úgy működik, hogy a művelődési házvezető kiválasza azokat az embereket, akiket meg szokott erre kérni, és általában mindig négy párhoz megy. Nem kell többet megjelölni, mert szeretnek a nagykonyi lakosok, bírók és bírónék lenni. A kisdobos meg általában mindig a Viktor, a művelődési házvezetőnk, úgyhogy idén is ő lesz. Sorogjon a busz, szóljon hát az ének, s míg a híreket mondom, kis figyelmet kérek. Kicsit hosszabban mondom az idei szövegem, mert az elmúlt két évben nem volt el a lehetőségem. Történt egyfás a faluban, van mit mondani, de remélem, hogy senkit nem fogok untatni. Nem is lehet-e másra kezdeni mondanom elejét, volt itt egy fránya vírus, ami felütötte fejét. Gyorsabban terjedt, mint a falusi pletyka, sajnos ez miatt karanténba lettünk zárva. Egy időre szinte minden intézmény bezárt, és a kapcsolattartás is digitálissá vált. A nagykonyi kisbíró a hagyományosan nyakba akasztott dob helyett a születi menetet kísérő zenekar segítségét vette igénybe a figyelem felhívásra. Aztán az azt követő zeneszóra a művelődési ház előtt gyülekezők hamar táncra is perdültek. A legkisebbek is boldogan vettek részt a sokuk számára, még ismeretlen hagyomány megelevenítésében, az óvónénik kíséretében. A szombati születi felvonulást egy borkóstoló előzte meg, amelyet hagyományteremtő céllal hívtak életre. Idén kétnapos születi napokat csináltunk. Az elmúlt két évben nem volt születünk, a Covid miatt sajnos, de idén hál' Isten sikerült megszerveznünk, és az idő is kegyes volt hozzánk, gyönyörű szép időnk van, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök az egész programnak. Az első este pénteken volt egy borkóstolónk a piac téren, ez délután 4-től kezdődött, és ilyen 7-8-ig tartott körülbelül. Itt 10 helyi termelőnek a borát kóstolhatták meg az itt lévők, a falusiak, és nagyon jó hangulatúnak mondták, azt mondta, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. A születi felvonulás útvonalát úgy állították össze, hogy több utcán áthaladva érjenek vissza a kiinduló ponthoz. 4 megállónk van, ugye sajnos mi nem tudtunk, mert itt a környéken nem igazán vagyunk nekünk annyi lovas, és nem tudtunk annyi fogatot összeszerezni, tehát nálunk gyalogos lesz a felvonulás. Megyünk az iskolához, ahol külön az iskolások díszítettek, akkor megyünk le a Dózsa-György utcába, ott egy külön ilyen mikrokónyinak szoktuk ezt mondani, annak az utcának a lakói kicsit jobban össze szoktak fogni, és ott is egy megálló lesz, ott is nagyon sok dísz van kirakva. Akkor jövünk föl a hivatal elé, a hivatal előtt is megállunk, majd a kultúrnál zárunk, tehát így megy a kör. Mindegyik megállónál táncolunk, és mindegyik megállónál van kínálás is. Üdítőt szoktunk kínálni, meg nálunk egy olyan hagyomány van, hogy likaskalácsot szoktunk mindig süttetni fenn a konyhán, és ilyenkor azt kínáljuk a lakóknak, meg mindenkinek, aki látogatja ugye ezt az egész, aki megy a vonulással tulajdonképpen, felvonulással együtt.
Ezen kívül a lakók meg az idősebbek szoktak süteményt sütni, rengeteg süteményt szoktak sütni, és ezeket is ugyanúgy kínáljuk, és táncolunk is, ugye? Jó hangulatú szokott lenni mindig, ovisok külön tánccal készülnek az iskola előtt, meg a Dózsa-György utcában. A jó hangulatból valóban nem volt hiány a sokakat megmozgató nagykónyi szüreti felvonulás alkalmával, amit egy éjszakában nyúló vállal zártak idén is.